ügyvezetőt választott a képviselőtestület. Felújítják az erdészeti iskola kollégiumát. Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban. Ismét itt vagyunk friss hírekkel, információkkal. Jó estét kívánok! Ábri Zoltán lesz a kulturális feladatok ellátására létrehozandó új gazdasági társaság ügyvezetője. A szakembert mai ülésén választotta meg a cég élére a képviselőtestület, amely egyebek mellett a városi cégek üzleti tervéről és az uniós beruházások megvalósulásáról is tárgyalt. Az önkormányzati társaságok üzleti terveinek meghallgatásával kezdte napirendjét a gyöngyösi képviselőtestület február 22-i ülésén. A Grémium a Gyöngyösi Televízió Kft., a Városgondozási ZRT és a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Üzleti tervét is elfogadta, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. Tervét pedig márciusban újra tárgyalja. A képviselőtestület tárgyalt a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ gazdasági társasággá alakulásáról, és úgy döntött, hogy 2019. szeptember végéig Ábri Zoltán bízza meg az újonnan létrejövő önkormányzati tulajdonú non-profit társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával. Ábri Zoltán fiatal vállalkozóként mutatkozott be a Grémium előtt, aki eddig többek között az Egri utcazenészek versenyével és a Gasztrotavasz elnevezésű fesztiválok szervezőjeként tevékenykedett. A képviselőtestület felkérte az ügyvezetőt egy szakmai koncepció elkészítésére, amit a márciusi ülésen mutathat be a Grémiumnak. Az elfogadott ütemterv szerint a jelenlegi intézmény május 1-jével szűnik meg, feladatait ezt követően veheti át az újonnan létrejövő társaság. A napirendet megelőzően a testület tagjai beszámolót hallgattak meg az Európai Uniós finanszírozású beruházások aktuális állapotáról. Mint a lebonyolítással megbízott Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. Által készített dokumentumból kiderül, az összességében több mint 3 milliárd forint összértékű, a terület és településfejlesztési operatív program kiírásaira benyújtott pályázatok mindegyikének megkezdődött az előkészítése. A munkálatok pedig még az idei esztendőben elindulnak. Egyedül a mintegy 650 millió forintos kékestetői klimatikus gyógyhelyfejlesztési pályázatról nem tudni biztosat. Forráshiány miatt ugyanis azt az irányító hatóság tartaléklistára helyezte. De mint Hisz György polgármester elmondta, az önkormányzat több más hasonló helyzetben lévő településsel együtt szorgalmazza az elbírálás megismétlését. Ugyancsak az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósulhat meg a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztító telep korszerűsítését célzó beruházás, amelyre mintegy 2,3 milliárd forintot nyert el a város. Ennek munkálatai előreláthatóan áprilisban kezdődnek, és a projekt részleteit hétfőn 17 órától a Petőfi Sándor iskola tornatermében tartandó lakossági fórumon ismertetik. Felújítják a Mátrafüredi Erdészeti Szakgimnázium üdülősori kollégiumának vizes blokját és konyháját, hogy a diákok komfortosabb körülmények között lakhassanak. Hamarosan az iskola épületének korszerűsítése is folytatódik, tető és épület szigeteléssel, csatorna és kazáncserével, egy 340 millió forintos pályázatnak köszönhetően. Jól haladnak az üdülősori kollégium vizes blokkjának felújításával. A földszinten már teljesen új mosdókat és zuhanyzókat használhatnak az erdészeti szakgimnázium diákjai. Bár nagyon ráfért a korszerűsítés erre az épületre, több évtizedes lemaradást hoznak most be a fenntartónak köszönhetően. A Földművelésügyi Minisztérium 15 millió forintot biztosított a munkálatokra. Itt közel 100 diák kollégiumi elhelyezését oldják meg, az ő életüket teszik komfortosabbá. Mindenképpen nagyon fontos, mert mintegy 400 gyerekünk van, aki vagy kollégiumban, vagy albérletben lakik itt Mátrafüreden, illetve a környékén. Nagyon nagy kollégiumi férőhelyre van szükségünk, mert 16-17 megyéből érkeznek hozzánk gyerekek, és nagyon fontos az, hogy mivel itt élik jóformán az életük nagy részét, hogy lehetőleg komfortos körülmények között legyenek. Az épület külső hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét két éve elvégezték, és most a vizes blokkok felújításával együtt a konyhát is felújítják. Az intézmény főépületének korszerűsítése is folytatódik hamarosan, mondja az igazgató. Az iskolában befejezik az ablakok cseréjét, a csatornákat is lecserélik, és új energiatakarékos kazánokat üzemelnek be. Mi 2016-ban nyertünk a pályázaton egy 340 milliós összeget.
A lenti épületben még befejezzük az ablakcseréket, néhány ablak maradt ki az előző felújításnál. Kinti hőszigetelés várható, a csatornarendszernek a cseréje, a vízelvezető csatornarendszer cseréje, a lánykollégiumnak a tetőszigetelése és a teljes gépészeti felújítás. Jelenleg a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet, aki koordinálja a pályázat lebonyolítását, most tartunk a közbeszerzési eljárás közepén. A munkálatok jelentős részét a nyár folyamán szeretnék elvégezni, várhatóan november végére fejezik be a felújítást. Szentgyörgyi Albert orvosi díjra terjesztettek fel két gyöngyösi és két a környező településeken praktizáló orvost. A díjra olyan szakembereket lehetett jelölni, akik orvosi munkájuk során elhivatottan praktizálnak, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon. Szentgyörgyi Albert orvosi díjra jelölték páciensei dr. Rektorisz Lászlót, a gyöngyösi háziorvos 1995-ben végzett az orvosi egyetemen, ami után 10 évig a Bugát Pál kórház belgyógyászatán dolgozott, 2005-ben vette át nyugdíjba vonuló édesapja körzetét. Dr. Rektorisz László azt mondja, nagyon megtisztelő már maga a jelölés is, és örül annak, hogy betegei érzik, munkája során mindig a legjobbat igyekszik kihozni magából. Igyekszem mindig megfelelni, hogy a legjobb tudásomat adjam, és valóban az a legjobb visszajelzés és az a további motiváció, hogy sikerül rendbe tenni egy vérnyomást, egy lázas betegséget meggyógyítani, illetve hogy a beteg ajánl egy másik betegnek, vagy a családtagjának, hogy bátran forduljon hozzám. Én úgy gondolom, hogy ezek motiválják az embert. A díjra felterjesztettek listáján szerepel dr. Ferenc Péter neve is, a Bugát Pál Kórház sebész főorvosa és klinikai onkológusa kiemelkedő munkásságáért tavaly Gyöngyösváros egészségügyért díjat vehetett át. A Szentgyörgyi díjra történő jelölés alapján pedig munkásságát és szakértelmét nem csak kollégái, hanem betegei is elismerésre méltónak találják. A főorvos azt mondja, minden nap talál motivációt. Mivel már elég régóta csinálom, ennek egy része azért rutin, de minden nap van új dolog, minden nap van úgynevezett rutin betegek között olyan, ami kihívás, minden nap van olyan, ami szokatlan, amit nem lát az ember évtizedek alatt, és ezek azért a megoldás miatt is, mert azért tornáztatják az ember agyát és kezét, meg az eredmény miatt is, és az ad még egy különlökést, ha a betegek gonc és szövődmény nélkül meggyógyulnak, és megelégedetten távoznak a kórházból. Térségünkből Szentgyörgyi Albert orvosi díjra jelölték még dr. Sipos Valéria gyöngyös-solymosi háziorvost, valamint dr. Reinált Ákos visontai és abasári háziorvost is. Szavazni március 30-áig lehet a www.szentgyörgyialbertorvosidíj.hu weboldalon. A jelölések és szavazatok alapján országosan összesen 7 szakmai díjat osztanak ki, valamint 2 szakmai elismerést is átadnak majd. A karrier és családalapítás közti egyensúlyteremtésre adott választ előadásában dr. Bagdi Emőke, a pszichológus a Mátra Művelődési Központ által szervezett Legyenek ünnepnapok előadássorozat előadója volt. Ma olyan világban élünk, ami túl gyorsan változik, és a változásokhoz való igazodás hatalmas terhet ró az emberekre, kezdte előadását a népszerű pszichológus. Az emancipáció által felborult az egyensúly, ami nagyban megváltoztatta a család szerkezetét. A társadalmi munkamegosztás konfliktust eredményezett, és döntéshozatal elé állította az egyént, hogy milyen arányban gyakorolja az önmegvalósítást, mondta Bagdi Emőke. Mégiscsak föltesszük a mérlegre, hogy a karrier és a munka az önmegvalósításban elért eredmény, vagy a család, akkor mind az egészség, mind a boldogság akkor ígéretesebb, és akkor valószínűbb, hogyha bizony a családi életre nagyon nagy hangsúlyt helyezünk. A kortárs csoportok hatása nagyon erős a normaviselkedésben. Az XYZ generációnál is az vehető észre, hogy erősen különböző értékvilággal rendelkeznek. Megváltozott a központi érték, kevesebb gyerek születik, kisebb a munka iránti láz, az úgynevezett vigyen valamire érték. Ilyen erős a norma képző hatalom, vagyis, hogy ugyanazt mondom, mint a másik. Odaállok, mert így vagyok a közösség tagja. És így most azt látjuk, hogy ezek a kortárscsoporti közösségek azok, amelyek igen erősen meghatározók abban, hogy milyenek a szándékok, az értékek, a családalapítási vágyak, a munkába állási vágy. Ha felépítjük azt a világot, amiben a család ismét, mint érzelmi egység, nem csak mint gazdasági egység együtt van, akkor a család értéke helyreáll.
A szakember véleménye szerint ez a boldog és egészséges hosszú élet titka. Rendhagyó irodalomórát tartottak a Magyar Szép Próza napja alkalmából a Gyöngyösi Vaholt Sándor Városi Könyvtárban. A rendezvény meghívottja Darvasi László, József Attila és Márai díjas író és költő volt, aki három gyerekeknek szóló könyvét is bemutatta az iskolásoknak. Hogy néz ki egy pácka? Vékony, oké, köszi. Vékony. Fából van. Különleges? Nem. Abszolút nem. Hosszú, vagy rövid. Darvasi László nem csupán gyerekeknek ír, munkái között színházi darabokat, életrajzi ihletésű műveket és egy futballcsapat témájával foglalkozó könyvet, sőt háborús novellát is találunk. Mégis a gyerekeknek szóló legjobb ifjúsági regény címet már két alkotásával is elnyerte. Jelenleg újabb gyerekkönyvén kívül egy nagyobb lélegzetvételű regényen is dolgozik, amely a 20. század történéseit dolgozza fel. A meghívás nem véletlenül esett erre a napra. A Magyar Szép Próza napját ünnepeltük február 18-án. Jókai Mór születésének a dátumához kötődik, tehát február 18-ához, tehát mi ezt ünnepeljük most. Az író szerint a mesék hagyományosan felnőtteknek születtek, igaz volt ez az egri csillagokra, vagy éppen a Pál utcai fiúkra is. A klasszikus értelemben vett gyerekirodalom viszonylag új műfajnak számít nálunk. Manapság sokan foglalkoznak ifjúsági irodalommal, amit egyébként a látszatnál sokkal nehezebbnek tart. Szerinte ugyanis egy író a tehetségét legjobban a gyermekek őszinteségével tudja próbára tenni. Beszélgetünk a meséről. Megnézzük, hogy a mesét hagyományos módon hogy lehet értelmezni, a mesét szokatlan módon hogy lehet értelmezni, hogy lehet mesét írni egy gyufaszából vagy egy pálcikaszából, mit jelent rapitizni, milyen az, amikor egy könyv, amelyet írnak, épp úgy beleszól a történetbe, mint maga az író, vagy mint maga a fantázia. Darvasi László a rendhagyó irodalomórán játékos formában példák segítségével mutatta be a könyveit. Fontosnak tartja azt, hogy egy író tudja, hogyan kell szólni az olvasóihoz. Szerinte ez a gyerekek esetében fokozottan igaz. Nagyszerű mérkőzéseket láthatott a közönség a Dr. Fejes András sportcsarnokban rendezett Heves megyei futszál régiós fiú döntőben. Az U11-es korosztálytól az U19-ig izgalmas mérkőzéseken dőltek el az első helyek. A gyöngyösi csapatok közül az Energia és a Gyak is vihetett haza aranyérmet. Szerdai Gábor az U11-es korcsoportban csapatával az Egert verte magabiztosan 3-1 arányban. Boldogok vagyok, hogy ilyen nemes tornát tudtunk megnyerni. Igazi kiki mérkőzés volt a döntő, hogy a fél időben még 1-1-re állt. Aztán úgy gondolom, a másik fél időben egyrészt sikerült a fordulópontnak jól kijönni, másrészt srácok akaraterő volt és olyan bizonyítási vágy, és úgy gondolom, hogy talán tudásban is többek voltunk, úgyhogy teljesen megérdemelten szereztük meg véleményem szerint a bajnoki címet. Az U15-ös döntőben az Energia a hosszabbítás utolsó másodpercében nyerte meg a mérkőzést. Mi padunk hosszabb volt, így több lehetőségünk volt a cserére, és az a végén azért kiütközött, vagy meglátszott a mérkőzés képén, hiszen már a vége felé azért rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, míg a Gyak rászorult a védekezésre, de nagyon jól tartották magukat, jól védekeztek, és tényleg az utolsó pillanat, a hosszabbítás utolsó pillanatában sikerült eldönteni a mérkőzést. Erre nem lehet felkészíteni szerintem senkit, minél több ilyen mérkőzést kell játszani, minél több ilyen helyzetbe kell a gyerekeknek kerülni, és akkor megtanulják, tehát élektanilag, hogy lehet kezelni ezt. A fiú mezőnyben a Gyak U17-es csapata is aranyérmes lett, ezen kívül 3 ezüst és 1 bronzéremmel gazdagodott a klub. Az 5 korcsoportban az U11, U13 és U15 csapatok jutottak tovább az országos táblára. Az elmúlt évben közel 40 ezer vállalkozás szűnt meg Magyarországon, vagyis 14%-kal kevesebb, mint 2016-ban. Az elindult felszámolási eljárások száma ugyanakkor emelkedett, írja az MTI. Egy hitelbiztosító előrejelzése alapján a magyar gazdaság az idén 3,6%-kal nőhet, az államadósság várhatóan tovább csökken, a GDP-hez mért aránya idén várhatóan 71,4%-ra mérséklődik. 2018-ban a cégtörlések száma meghaladja majd az alapítások számát. A hitelbiztosító elemzése kitér arra,
Magyarországon 2017-ben megközelítőleg 27 ezer céget alapítottak, emellett 25 ezer cégnél hivatalból történő törlés indult meg. Uniós jóváhagyásra vár a tervezet, amelynek alapján megtérítheti az állam a madárinfluenza okozta közvetett károkat. A járvány miatt leállt, illetve visszafogott ütemű feldolgozás 8-9 milliárd forint veszteséget okozott az ágazatnak. Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnöke szerint annak érdekében, hogy a továbbiakban is elkerüljük a fertőzést, a járványvédelmi intézkedéseket fent kell tartani, emellett a termelők járványvédelmi ismereteit is bővíteni kell. Az aktuális végén pedig nézzük, melyek voltak ma legfontosabb híreink. Ügyvezetőt választott a képviselőtestület. Felújítják az erdészeti iskola kollégiumát. Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, viszontlátásra!